A fórumot civilek szervezték, mert mint a kifüggesztett transzparenseken is hirdették, félték a település és gyermekeik biztonságát. Azt mondták, nehezményezik, hogy megkérdezésük nélkül született döntés a sormási menekültáborról. De szeretnének 1500-as sátortábort építeni ide a nyakunkba, könyörgöm. Közben a képviselőtestület zárt ülésen tanácskozott a kialakult helyzetről. A település vezetőinek az a hivatalos álláspontja, hogy nem akarnak Sormás közigazgatási határain belül menekülttábort. Pőce Edit polgármester ezt a véleményt képviselte, amikor a belügyminisztériumban tárgyalt. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő Facebook oldalán azt írta, segíti a sormásiakat, a keddi budapesti egyeztetés például az ő közreműködésének is köszönhetően jött létre. A politikus úgy fogalmazott, tájékozódik és egyeztet a részleteket illetően, és akkor tud felelősen információt adni, ha az elképzelés minden eleme kirajzolódik. Cseresnyés Péter bejegyzésében leszögezte, az ország nagyon nehéz helyzetbe került az illegális bevándorlás miatt, amely már nem csak a déli, hanem a nyugati megyéket is érinti.